Versenyzőkkel és edzőkkel telt meg a Bonyhádi Városháza díszterme. Ezen a napon díjazták a kiemelkedő teljesítményt elért sportolókat. Több éves múltra tekint vissza ez a hagyomány, miszerint a Völcsék fővárosában működő egyesületeknek és kiemelkedő sikereket elért aktív diákoknak adják át a kitüntetéseket. Jó érzés látni és büszkeséggel tölt el szerintem minden bonyhádit, amikor látja a közösségi oldalakon, vagy akár a város honlapján és a város oldalain azokat a híreket, amikor egy-egy sportoló vagy egy-egy csapat bonyhád felirattal, pólóval, zászlóval, vagy konkrétan bonyhádi címere zászlóval valahol a világban, vagy akár Európa bármelyik országában részt vesz egy versenyen, és ott minket, a bonyhádiakat képvisel. Az önkormányzat intézményi szinten is foglalkozik a sporttal. Létesítményeket biztosít számukra a helyi csarnokokkal és pályákkal, valamint ezek üzemeltetésével és karbantartásával. Azt gondolom, hogy szégyenkezésre nincs okunk, az eddigiekben is nagyon jelentős mértékű támogatásban részesülhetek ezek a sportegyesületek, és bízom benne, látva már itt vagyunk az év végén, hogy hogyan fogunk fordulni a következő évre, milyen tartalékaink vannak, hogy jövőre sem lesz akadálya a város önkormányzati támogatásának, a sportegyesületek működésének, tehát bízom benne, hogy a jövő évi költségvetésben legalább olyan mértékű finanszírozásban tudjuk részesíteni az itt működő sportegyesületeket. A 10. osztályos Gál Emília nem csak a tanulásban jeleskedik, hanem a strandröplabdában is bajnoki eredményeket érte. Edzések után van időm tanulni, de mivel így a röplabda így nagyon feldobja a napomat, ezért nekem ez itt teljesen megéri. Országos bajnoki címet ért el karate sportágban Nyitrai Noel. Következetes edzésterv alapján készült fel a versenyre. A reményteli, kemény munka árán elérte azt a célt, amit kitűzött magának. Diákolimpiai bajnok vagyok, sokszoros országos bajnok, de a diákolimpiai bajnoki helyezésemre vagyok a legbüszkébb. 2023-ban összesen 21 egyéni sportolót és 4 csapatot díjaztak.